Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a CDD a folytatása, az intoleráns ragadozó karakterünkkel. Terv ugye továbbra is a kórház kitisztítása. Éhesek, szomjasak vagyunk. Úgyhogy itt az ideje, hogy szerezzünk valami kaját. Kicsit trükköznek a cumókkal. Napelem középen jó. Na, mi nem kell? Telefon. Cucc. Még 3 oxigénpalac nem kell. Nem hiszem, hogy sokat nyomnak. Szivar azért nem csekély. Oké. Hogy állunk vesszőből, egész jól, de nem túl jól. Na, tornyok. Térkép kicsinyítése az nem annyira örömteli. Kövér. Aha. Fel egy jelet. Hogy legközelebbre emlékezzünk. Oké. Oké. Van-e valamilyen tárolónk? Nincs.
ott felteszem, majd lesz. Oké, mennyire vertük szét az autónkat. Nem különösebben. Nyilván nem tettünk jót. Egy novella. Toolbelt. Azt mondjuk elhasznos. Potato chip, copper pot. Mindenképpen jöhet. Oké. Újabb torony, szerencsére. Oké, itt egy komoly traktor van, ha jól látom. Körfűrész. Arató. Oké. Ez kell, a többit bedobáljuk. Hedge trimmer, jumper cable. Mondjuk azt nem is. Azt az autóba rakjuk. Spray can, lawnmower, merre vagy? Mert az nagyon jó helyen van az autóba. Viszont valahol kéne egy állat, vagy ilyesmi. Ami nem egy Feral Runner. Yikes! Feral Runner az úgy. Úgy érzem, nem akart összedolgozni. Hát ez biztosan nem tett jót autónak. Maradandó kárt nem szenvedtünk. Oh shit. Futhatunk. Valamire jó lehet. Nem kártya, jöjjön csak. Oh.
hogy egész este. Most már tényleg éhesek vagyunk. Na, valami állat. Nem egy grabber zombi. Shocker zombie. Ha más nem vizet tudok készíteni. Nem tudok, mert nem tudok, mert meg tudom én miért nem tudok, mert nincs tárolónk. Copper.
Hiány így kell gyakorolnunk, közelharcot akkor így gyakorolunk. Bashing Cutting, ugye a két képessége a fegyvernek. Séta. Heroin, azt azért összeszedjük. Vegyük a kézbe a fegyvert. Mert minden más le tudunk rendezni, de azt nem. Brute, mondjuk a Brute az, a Feral meg van lőve. Mennyire vészesek vagytok? Savas! És mivel kifogytunk, (kül)
Ok. Oké. Shady zombi mehet kukába. Listener. Savas. Futást hagyjuk abba. Viszont a savast azt gyorsan szecskázzuk fel. Oké, ezüst ékszer jöhet. Meg a vesszőket is rakjuk be. Csak a rendezettség kedvéért. Itt látunk kövér zombit, nem zavar. Na gyere! Oké. Metamfetamin. Nem azt mondom, hogy hasznos, de legyen. Hát elég gyér a képzettséggyűjtögetésünk. Még a egyes cutting weapont se értük el, pedig jó lenne. Ó, egy shrieker. Shady zombi. Próbáljuk nem abba hagyni millió lőszer fölvételét. Nem. Oké, a boomert azt ki kell lőni. Azon nincs mit cifrázni. Hol van a tűzoltó bogyóm? Gyere! Mi volt nálad? Nem túl jó lőszer. Grabbel Brainless Fat. Egy újabb meg itt ütve.
Okay. Feláll az kicsit veszélyesebb annál, hogy akarja közel harcba menni vele. Fett zombi. Meg egy spitter. Oké. Ó, de jó ez nekem. Hát nem lesz egy egyszerű mutatvány, ráadásul folyamatosan sérülök, ami szintén nem egészséges. Jó, gyakorolunk íjászatot, célzás, a többit. Karcot, ezt aztam azt. Mondjuk a morálom gondolom elég ér, nem olyan vészes.
kártya. Fókuszunk igen gyér. De hát ez van. Feral firefighter brainless. Remek. És a Feral megint megharapott. Engem is, meg a felszerelésem. Oké. Na, hát ez nem azt mondom, hogy egy könnyű feladat, hanem a feladat, valami a nem feladat. Igazából egyébként sok szempontból jobban járnék, ha lepihennék. Csak hol? Hol érzem magam eléggé biztonságban ehhez? Az árt autóban esetleg. Megkockáztatjuk? Miért ne? 5 óra mondjuk. Oké, hát ennek ebből adódóan fáradtak is vagyunk. Hogy állunk lőszerből? Nem túl jó. Mennyire van? Mondjuk későn, elég késő van. Még egy fél órát. Hát a nyavaja. Mikor kell már fel a nap? Na végre. És az örömteli hír, hogy egy zombi katona. Ami nagyjából minden erőforrásunkat elvinné. Jó, legalább mindenki föl van trancsírozva. Mennyire vészes a helyzete többivel szembe. Ja, hogy már lát. Akkor nagyon vészes a helyzetünk. Oké,
Oké, tehát a zombi katona az gyakorlatilag sebezhetetlen az eszközeimmel. Pontosabban addig, amíg az autót nem használom. De hát azért van. Hol a rendőr? Hol a zombi katona? Oké. Mibe került ez az autónknak? Hát elég sokba, de kevesebbe, mint nekem. Kevesebben, mint nekem került volna. Egy spitter. Ó, és csirke. Húsos kaja van nála, ez jól hangzik. Kell-e a katonai sisak, meg a katonai cipő? Egyszerűbb, ha ruháimat nézem. Hát nem egy komoly páncél van rajtam. 6-6. Érzem, az a katonai sisak, az messze többet ad, főleg ha megjavítjuk. Jó.
Ok, gyere. Nem értem meg. Jó! Remek. No, hát egy nagyobb adagot kitakarítottunk ebből a kórházból. Némi sérülés és mi egyéb árán. Úgyhogy úgy érzem, hogy visszamegyünk a pihenő szobára. Legközelebb, haza. Aztán majd onnan kezdünk valamit. De mindenképpen kell valami szállítóeszköz is. Mára ennyi. Folytatjuk innen.